Egyedülálló robottechnikai központot hoztak létre az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán, mely széleskörű összefogással jött létre. De hogy ez pontosan mit jelent a város iparában, gazdaságában és a felsőoktatásban, az kiderül a mai esti mérlegből, ha velünk tartanak. Egy olyan tudásközpont jöhet létre a karon, amely digitális korszakunkban a felnőtt képzés területén az ipari robotokkal kapcsolatos kihívásokra választ tud adni. Megvalósult egy régóta várt pillanat, robotok vették át a hatalmat az egyetem új központjában, ahol mostantól minden az automatizálásról, robotikáról szól. Ezzel a két ipari robottal a Henon Systems Hungary Kft. Járult hozzá a központ megvalósulásához. Karikó Zsolt ötletgazda szerint a munkaerőpiac átstruktúrálódása miatt elengedhetetlen a technológiai felzárkózás, és fontos, hogy úgy kerüljenek ki az egyetemekről a hallgatók, hogy ismerik a programozást. A cégünk a Henon Systems Hungary Kft. Viszonylag fiatal cég, 2015-ben alapult, de maga a cég Székesfehérváron 92 óta van jelen. Több néven futottunk, Henon Systems 2015-ben lettünk, autóalkatrészeket gyártunk, autóipari klímaberendezésekkel foglalkozunk. Az egész kapcsolatunk az egyetemmel viszonylag régi, 2,5 évre tehető, amikor egy ilyen baráti beszélgetésből alakult ki ez az egész, aminek ma az átadó ünnepsége lesz. Számukra ez azért fontos, mert az automatizálás, illetve a robotok használata egyre inkább előtérbe kerül Magyarországon. A munkaerő csökken, a munkaerő száma Magyarországon, és főleg ebben a térségben, ami egy nagyon iparosodott térség, ennek a száma nagyon alacsony. Ezért manapság minden cégnek nyitni kell az automatizálás, az ipari robotok használata terére. Probléma az volt, hogy az egyetemen nem volt olyan képzés, ahol a diákok, ahol a végzett kezdő mérnökök ezekkel az ipari robotokkal meg tudtak volna ismerkedni. Úgyhogy ebből a beszélgetésből, amit dékán úrra, polgármester úrra tettünk meg körülbelül 2-2,5 évvel ezelőtt, kristályosodott ki az a dolog, hogy szükség lenne itt a helyi ipar számára az egyetemen egy olyan képzésre, ahol már nem nekünk kell képeznünk a frissen végzett mérnököket, hanem úgy kerülnek ki az egyetemekről, úgy kerülnek ki innen az egyetemről, hogy ismerik a robotokat, ismerik a robotprogramozást, és adott esetben már be tudnak kapcsolódni a munkába az egyetemi évek alatt is. Úgyhogy ezért tartottuk fontosnak, ezért tartjuk továbbra is fontosnak. Reméljük, hogy sok diákot fog ide vonzani, nem csak a város fog ebből profitálni, de az egyetem is fog ebből profitálni, sok diákot fog ide vonzani, ez a lehetőség. Ami jelen pillanatban úgy érzem, hogy máshol nem biztos, hogy létezik, nem biztos, hogy megvan. Mi szeretnénk feladatokat adni diákoknak, szeretnénk, hogyha itt megtanult elméleti tudást esetleg a gyakorlatban tudnák alkalmazni, akár nálunk is, illetve szeretnénk, ha az egyetem részt venne a felnőtt képzésben, mert nagyon nagy szükségünk lesz arra, hogy a most meglévő munkaerőt átképezzük, a most meglévő munkaerő nem feltétlenül ebben a környezetben dolgozik jelen pillanatban. Szükségünk lesz arra, hogy a felnőtt képzésben partnerre találjunk az egyetemmel. Az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kara ezekre az igényekre reagálva dolgozta ki az ipari robotizálási szakmérnöki képzést, azért, hogy a helyi ipar igényeinek megfelelő tudást adhassanak a hallgatóknak. A robotikához értő mérnökökre, szakemberekre ugyanis egyre nagyobb igény mutatkozik. Ez a robottechnikai központ olyan kézzelfogható megnyilvánulása annak az együttműködésnek, amely az egyetem Alba Régia műszaki kara, Fehérvár önkormányzata, illetve a fehérvári ipar között régóta is megvan. Ez egy iniciálé után a Hanontól megindulva fogalmazódott meg ennek a robotlabornak a kialakítása, amely először egy laborról volt szó, később ez egy központtá bővült, hiszen most már közel 8, illetve 10 robot van ebben a központban, és mindenképpen azt az egyetemi akarást is valószínűsíti, mi szerint nem egy labor a sok közül, hanem ez egy önálló képzési megindulást is jelent. Ez a városban azért egy egyedülálló dolognak számít, mi mindenre lesz majd alkalom itt.
egyedülálló annyiban, amennyiben ipari robotok vannak ebben a központban, és pontosan olyan ipari robotokat fogunk tanítani, ipari robotok programozására tanítjuk a hallgatókat, amely mostanság fontos és iparilag releváns. Első megindulásként most szeptembertől szakmérnökképzést indítunk, amelynek a tananyagát az egyetem szenátusa, illetve akkreditációs bizottság jóváhagyta. Ezért indulunk meg szeptemberben, és természetesen a mechatronikai mérnökképzésünknek, gépészmérnökképzésünknek és villamosmérnökképzéseinknek, beleértve az informatikát is, része lesz olyan robottechnikai szakirány, amely mostanság fontos. Nappal is diákoknál az érdeklődés az nem kérdés, hiszen ők tananyagként kapják ezt, viszont szabadon választható tárgyként le tudjuk mérni a hallgatók érdeklődését, hiszen elég sokan jelentkeznek erre a képzésre, és elég sokan veszik ezt föl. És hát nyilván tágra nyitottuk a kaput ipari szereplők előtt is, hiszen szakmérnök képzéssel teljesen up-to-date képzést fogunk nyújtani. Nappali posztgraduális képzéseinknek része lesz a robottechnikai központ infrastruktúrája, illetve olyan kutatási megkeresések már most is megfogalmazódnak, amely az úgynevezett kollaboratív robotikát jelenti, tehát a környezettel, illetve az egymással kooperáló, kollaboráló robotok tudományát jelenti. Ami itt létrejött az egyetemen, az nem a jövő, hanem a jelen. Közép-európai szinten is kuriózumnak számít a felsőoktatásban az új központ. Ezt már a város polgármestere mondta az ünnepélyes átadón, aki hozzátette, a város önkormányzatának támogatásából, a városgondnokság munkatársainak közreműködésével, mintegy 56 millió forintos összegből két labor és a fogadóiroda átépítése is megtörtént. Amit itt most mögöttem lehet látni, az a világszínvonalú technológiát jelenti, és a 21. század technológiáját jelenti, egy olyan várost, aminek mindig a szintjét emelni kell, és a 21. század kihívásainak kell megfelelni. Ehhez pedig nyilván az oktatás hozzátartozik, ez igaz a középiskolai szintre, és igaz a felsőoktatásra, igaz a felsőoktatáson belül a szakmérnöki képzésre, ugyanúgy, mint a felnőtt képzésre, és ezt most a fehérvári cégekkel, ipari centrumokkal összefogva, és az Óbudai Egyetem Albarégi Műszaki Karával összefogva sikerült is megvalósítani. Mindenki hozzátette a magáét, a Henontól jött az ötlet, az egyetem ezt felkarolta, a város is támogatta, más ipari cégek pedig csatlakoztak ehhez az együttműködéshez, és így most átadhatunk egy olyan robotlabort, egy olyan robot technológiai központot, ami kuriózum a magyar felsőoktatásban, sőt közép-európai szinten is világszínvonalú technológiát hoz, és ezáltal a város választ tud adni a 21. századi kihívásokra. Látni kell, hogy az automatizálás, robotizálás az nem a jövő, hanem a jelen a fehérvári iparban is. Itt van a világ legkorszerűbb technológiája, de ehhez olyan munkaerőre van szükség, aki megfelelő szakképzettséggel rendelkezik, viszont ezáltal magasabb hozzáadott értékű munkát lehet elérni, új beruházásokat lehet hozni, és lehet folytatni a jövedelmek emelését. Azt hiszem, hogy mindegyikre szükség van ahhoz, hogy ne csak a jelenben, hanem a jövőben is Fehérvár egy igazi olyan erős ipari centrum legyen, amelyik képes összefogással ilyen eredményeket is produkálni a felsőoktatás területén. Azok a robotok, amik itt vannak, azok zömében olyan ipari robotok, amit a fehérvári ipar is használ. Ez céges felajánlásokkal indult el és került ide. A város vállalta azt, hogy ezt a használaton kívül helyiség csoportját az Óbudai Egyetemnek itt Székesfehérváron finanszírozza átalakítását tekintve, itt a technológiákat is beleértve, tehát ez nem csak egy sima építőipari felújítás volt, hanem nagyon komoly, ma igen nem látszom elrejtett kábelezést, adatátviteli rendszereket, nyilván energetikai fejlesztéseket is jelent, ehhez mindegy 56 millió forintot biztosított az önkormányzat. Az egyetem pedig fölvállalta azt, hogy ez beépíti a képzési szisztémába. Szeptembertől ez már a képzés része lesz, hogy egy szakmérnöki területet és képzési struktúrát indít el, ami szintén el fog indulni, ami azt gondolom, hogy alkalmas akár a fiataloknak a pályaorientációban történő megszólítására, akár pedig a felnőtt képzésre.
Ezt a város még egy dologgal segíti, ugye elindította egy 40 millió forintos kerettel az Alba Innovárral való együttműködésben egy felnőtt képzést. Az Innovárban kifejezetten a robotikára való átképzési lehetőségeket biztosít, és az Óbudai Egyetem pedig most hozzátette ezt a labort. Tehát Alba Innovár, Titkok háza, a Technikaházába, és itt az Óbudai Egyetemen ez a robotika tanszék, robotika központ, ez együtt fog működni a fiatalokon, a fiatalok vonatkozásában, a pályorientációban, a már felsőoktatásban jutott diákok képzésében és a felnőtt képzés, szakképzés részében egyaránt. Amennyiben ez a jelen és a jövő, akkor vannak-e hasonló tervek így a jövőben a más oktatási intézményeket tekintve? Igen, vannak. Ugye a Corvinus hamarosan átadásra kerül az új második épület. Ott is vannak ilyen technológiai és képzési struktúrában megjelentkező innovációk, ott is vannak 21. századi megoldások a 21. századi kihívásokra. Jó dolgokat hallunk a Kodolányi János Egyetemnek a fejlődéséről is, és azokról a szakirányokról, amiben ők gondolkodnak, és azt is örömmel látjuk, hogy ezek az egyetemek itt Fehérváron képesek közvetlenül is, és a vezetőkön, szakembereken, tanárokon, oktatókon keresztül is együttműködni. Egy egyre erősödő hallgatói együttműködés is van, hiszen szerencsére a hallgatói létszám is folyamatosan nő. Tehát amit kitűztünk magunk elé, hogy évről évre emelkedjen a hallgatói létszám, hogy valóban olyan innovációk jelenjenek meg, amit Fehérváról lehet tanulni, azok úgy gondolom, hogy hozzák is az eredményüket. Amiről itt most beszélünk, azt a magyar felsőoktatásban ilyen technológiai kutatói laborközponttal máshol nem lehet tanulni és megismerkedni vele, csak Székesfehérváron. Jó Székesfehérvárra jönni, hiszen fejlődik a város, emelte ki Földesi Gabriella, az Óbudai Egyetem kancellárja. Hozzátette, februárban, amikor átvette a stafétát, gyenge minőségű helyszínként szkeptikusan tekintett a robottechnikai központ tervezett helyiségeire. Ma már úgy látja, az elkészült központ az egyetem komoly eredménye, és a támogatások jó helyre kerülnek. Ebben a laborban valószínűleg mintegy 100-140 hallgató fog működni, mind K plusz F szolgáltatásokban segítőként hallgatói munkában, illetve az oktatók mellett a kutatásban tevékenyen is, valamint a képzésben, graduális és posztgraduális képzésben vesznek részt ezek a hallgatók, és hát szeretném megszólítani a város középiskolásait, a leendő hallgatóinkat, így kooperációban a Titkok házával szeretnénk nekik olyan kurzusokat, olyan lehetőségeket biztosítani, hogy megismerhessék ezeket a robotlaborokat. Az egyetemen mostantól több ipari robot is megtalálható a közreműködő cégek felajánlásainak köszönhetően. Ez egy univerzál robot, UR5N, egy új szériás robot, kollaboratív, ezért is nincs körülötte kertherc. A mellette lévő az egy Fanuc Elermét oktatási cella, de tulajdonképpen maga a robot kialakítása az megfelel az ipari robotokénak, közben őt is hagyjuk, hogy most már zúgjon és elinduljon. Tehát itt ez az oktatási cella egyrésztről tud pakolászni a saját kis munkaterébe, másrésztről ami érdekes, hogy képfeldolgozásra is van lehetőség, ez innen ugyan nem látszik, talán hogyha az ajtót elhúzom, akkor ott látszik, hogy kis kamera is van, tehát az ipari folyamatokat azt lehet vele modellezni. Ezeket a robotok programozását kell tulajdonképpen megtanítanunk az elkövetkező hallgatóknak. A fő itt tulajdonképpen az ipari robotizálási szakmérnöki továbbképzés, mely szeptemberben indul. Ők főként az ipari robotokkal fognak foglalkozni, a PLC programozással, illetve az elektropneumatikával és az ezt környező összes technológiával, tehát tulajdonképpen, hogy ezeket a rendszereket hogy tudják egybe integrálni. Székesfehérváron ezzel létrejön egy egyedi oktatási modell, amelyben az Alba Innovár Digitális Élményközpont és az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Kar felnőtt képzési tevékenységének köszönhetően megvalósulhatnak különböző szintű átképzések, amelyek napjainkban egyre szükségesebbé válnak a munkaerőpiacon. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak, tartsanak velünk legközelebb is, további szép estét kívánok, viszontlátásra!